csapat megszerezte a vezetést, aztán végül is a Békés Csaba megnyerte ezt a találkozót. Arra kérnélek, hogy értékeld ezt a mai mérkőzést. Nyilván nagyon csúnyán kikaptunk, de valószínűleg látjátok, egyáltalán vagyok ideges, mert nincs miért, az igazság. Nyilván tudtuk, hogy frissen feljutó csapatként nem csak az ellenfelekkel kell megküzdenünk ebbe az osztályba, de ami itt ma történt, az egy nagyon szemtelen munka volt egy ember részéről. Én úgy gondolom, hogy mi nem vagyunk egy durva csapat, és az, hogy a 10 kezdőből 8-at kisárgáz a játékvezető, úgy, hogy a Békés Csabai játékosoknak csak virágot nem vitt, az nyugodtan nevezhetem szemtelennek. Megmondom őszintén, a kiállítás után rámentem a pénzre, tehát fiatal játékosokat becseréltem, tudtam, hogy nem tudjuk megnyerni a mérkőzést. Nyilván ez benne volt a pakliba, de még egyszer mondom, az a fajta arrogáns viselkedés, ahogy ez a személy viselkedett ma velünk, ez méltatlan szerintem, és én kikérem magamnak. Egyébként a büntetőket, azt jogosnak érezted, azt hogyan látod ezeket a szituációkat? A két büntető teljesen jogos volt, azzal nem vitatkozom. Maga a mezőnybe, amit művelt velünk egy valaki, az már sértő volt számunkra, tehát elviselhetetlenné tette számunkra a mérkőzést, és mondom, szerintem ha ajándékdobozzal vagy virágcsokorral megkínálja a Békés Csaba játékosokat, akkor azt is elfogadom, mert körülbelül úgy vezette az eseményeket. Megemésztük, dolgozunk tovább, aztán kész, ennyi. Ha nem nézzük ezt a mérkőzést, akkor lehet pozitív hangulat az öltözőben? Gondolok arra, hogy a szezon első mérkőzését mennyeltétek hazai pályán, bár nyilván a szezon első meccséből nagyon sokat még nem lehet levonni, mint következtetést. Persze, örültünk, hogy jól kezdtük a szezont. A mostani körülmények meg események pedig megnehezítették a dolgunkat. Szeretnénk fejlődni hétről hétre. Ma úgy gondolom, hogy egy kicsit azért ezt megnehezítették számunkra, és nem csak a Békés Csaba, de egyébként szívből gratulálok a Békés Csabának, mert amit viszont kellett, azt megtette. Tehát nem akarom az érdemeit kisebbíteni, de nagyon nehéz volt ilyen létszámkülönbséggel futballoznunk. Még egyszer mondom, én nem vagyok elkenődve egyáltalán, benne van ez a futballba. Ha valakinek nem tetszik, nem tetszik, nekem semmi bajom ezzel. Először is gratulálok a győzelemhez. Beszéljünk egy kicsit az első félidőről. A Kazincbarcika vezetés szerzett. Benne volt egyáltalán ez a mérkőzésben, azt követően pedig ugye még ott sikerült fordítani elég hamar. Nem kezdtük rosszul a mérkőzést, nagyjából tudtuk irányítani a játékot, viszont egy egyéni hibából hátrányba kerültünk. Talán a fordulópont volt, hogy rögtön két percen belül sikerült egyenlítenünk. Onnantól pedig azt gondolom, hogy végig kézbe tartva a mérkőzést megérdemelten nyertük meg. A gólkülönbség nyilván egy kicsit talán túlzó, a kiállítás meg egy kicsit elfáradt az ellenfél, meg talán fel is adta a végén, de azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk. Egy ilyen győzelem milyen löketet adhat a csapatnak? Most gondolok arra, hogy az előző bajnokság sem sikerült a legjobban. Talán ez a győzelem sokat segíthet ebben az új bajnoki idényben. Hát a múlt héten se volt szerintem probléma a játékunkkal, a pécsi mérkőzésben is benne volt minimum a pontszerzésnek a lehetősége. Most két olyan mérkőzés következik, a két volt NB1-es csapat ellen, ami már egy másik kategóriát képvisel, de természetesen azt gondolom, hogy ott is van szanszunk. Bőségesen voltak hiányzók, mennyire volt nehéz összerakni ezt a kezdőcsapatot? Hát van hiányzónk, de azt gondolom, hogy rendesen dolgoznak a srácok mindenki, úgyhogy aki éppen pályára kerül, az mindent megtesz, és nyugodtan hozzá merek nyúlni bármelyik játékoshoz a keretben.